Változik az egységes kérelmek beadása a koronavírus miatt. 2020-ban összesen 43 jogcímre intézkedésre lehet igényelni, bejelentést tenni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az ezek beadására szolgáló kitöltési felület április elején megnyílt, a szankciómentes beadás határideje 2020. május 15-e. Szinte minden gazdálkodót érint, úgy érint, hogy a falugazdászok telefonos megkereséssel megkeresnek minden gazdálkodót, és még szerencse, hogy ugyanaz az ügyfél, ugyanazt a falugazdászt, nem nagyon cserélődnek a falugazdászok itt ebbe a munkakörbe, és kiépült egy olyan kapcsolat, hogy ismerik egymást, már nagyon jól ismerik a területeket, az állatállományt, erdőt, gyümölcsöt, szóval kinek milyen van, és telefonon sok mindenkivel el tudják ezt úgy rendezni, hogy ugyanaz azt lehet beadni, ami tavaly, vagy csak a változásról beszélnek, és akkor minél kisebb számban próbálják csak a személyes találkozót. Így tehát a legtöbb ügyet is telefonon intézik, és lehetőleg csak a véglegesítéshez szükséges aláírások miatt találkoznak a falugazdászok és a gazdálkodók, azonban ekkor is felkészülten várják a kamara munkatársai az ügyfeleiket. Én úgy gondolom, hogy az Agrárgazdasági Kamara felkészült erre a találkozásokra, és mindenki új tollal ír alá, elválasztó fal van a falugazdász és az ügyfél között egy átlátszó fal, fertőtlenítőszer, szájmaszk, szóval minden olyan, amivel a biztonságot garantálni tudjuk, hogy se a falugazdás, se a gazdálkodót valami fertőző betegség elkaphassa itt az ügyintézés közben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Államkincstár együttműködésében 17 részes, az egységes kérelem beadását segítő oktatóvideó sorozat készült, amelyeket EK 2020 címmel lehet elérni a legnagyobb videó megosztó portálon.